Jól lehet, most pulcsiban ülünk, de közel itt a nyár, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy szűkörű meccsörteszttel így megpróbáljuk megidézni ezt a jóféle időjárást, igen. És majd, hogyha tényleg az az időjárás beköszönt, akkor tudjunk majd nektek valamiféle meccsört ajánlani fogyasztásra. Ez a Cold Hop sörkóstoló, és a magyar választékból választottunk ki ötöt. Nagyrészt nagyüzemi termékekről van szó, egy kakukk tojás, de majd erről később. Hát, ezeket mi már jól ismerjük, de azért nektek is bemutatnánk. Kezdve akkor a nem kakukk tojással, nem tudnék hirtelen évszámot mondani, majd a feliratozó kolléga kisegít, de itt van például Bőcs településről a borsodi Megy él. És nem emlékszem, hogy milyen emlékeket őrzünk róla. Nem tudom, Oliver, te valahogy vissza tudod idézni? Mert... Én azt tudom visszaidézni, hogy ezek a meccsörök nálam így az utolsó ötbe végeztek azon a bizonyos nagy meccsfordulón. Pont ez az öt? Pont ez az öt, igen, mert hogy az első öt azok ugye a kríkek voltak. Hogy fogalmazzak, tehát egyik sör az rosszabb volt, mint a másik, viszont utána, amikor már legközelebb kóstoltuk, akkor a Pécsi megy, meg a Budapest megy, az valamennyire tudott javítani a megtépázott renoméján, és ott már egész jól szerepeltek. Nem nagyon őrzök emlékeket így ízbe, maximum az, hogy így egymáshoz kóstolva talán meg tudom különböztetni őket, de ezt is már úgy félbe mondom. Egy biztos, hogy legalább felöltöttük a báli ruhánkat, és én Budapest megynek, Máté pedig Pécsi megynek öltözött. Legalább megadjuk a módját a dolgoknak, de hogy egyébként, hogy melyiknek milyen íze volt. Igen, és azt azért ne felejtsük el, hogy a Budapest megynek adtunk még egy esélyt, igen. Kicsivel később, tavaly ősszel egy, és azt mondom, egy videónkban. Hogy azt meg cson nélkül hozta. Igen, legalábbis akkor egyszer, tehát igen. Nevezhetjük ezt egy... megosztó sörnek, vagy lehet, hogy a főzetek között volt különbség, minden esetre ő az egyetlen kakukk tojásunk, ami nem nagyüzeminek mondható keretek között készül. Félig meddig, de árba közelebb van ezekhez, mint árban a krékekhez. Árban közelebb van ezekhez a termékekhez, illetve viszonylag sok helyen hozzáférhető. Persze, amikor mi keressük, hogy szeretnénk egy videót forgatni az ő részvételével, akkor rohadtul nem találjuk, de most már megvan a biztos beszerzési forrásunk. Szerintem egyébként így, hogy másodjára lekóstoltuk abban a bizonyos fordulóban, nekem az a véleményem, hogy akkor, amikor a 10-es fordulóba kóstoltuk ugye legelőször, akkor nem is a lejárata volt a probléma, hanem az, hogy valamiért az egy nagyon félre sikerült főzet lehetett, és ott valami nagyon félre ment, mert hogy másodjára kifejezetten finom meggyes ízű volt, színre is az a szép ilyen meggypiros színű volt, úgyhogy... Plusz még krikekkel együtt is kóstoltuk, tehát igazából nem neki álltak a csillagok. Igen. Neki állt az ászló. Na majd most. Itt van viszont a Drehernek a meggyes terméke, és azért mondom, hogy meggyes, mert ez nem egy klasszikus meggysör. Jól lehet, a neve azt mondja, hogy megy, de itt igazából a sörhöz főzik hozzá a megy levet, vagy nem is tudom pontosan, hogy mondják, nem akarok nagyon hülyeséget mondani, de az a lényeg, hogy nem a sörrel együtt erjesztik, tehát egész más eredményt ad a kettő. És valószínűleg ebben az irányba, tehát az előbbihez, a Dreherhez hasonló irányba indul el a Pécsi Premium Megy nevű terméke. Tehát ők is törpi-szörpit kotyvasztanak? Igen, tehát ő a Pécsi Craft Megy élnek a jogutódja akar talán lenni, talán valamivel jobb minőségben, és meg nem mondom basszus, hogy abban a hármas összekóstolóban jobb volt ő, jobb volt az újabb Pécsi. Talán az újat jobbnak ítélték, igen. Mint a régit, úgyhogy ez egy előnyös csere volt a gyártó részéről. Igen, úgyhogy el kell mondani, hogy ugye a tavalyi 10-es fordulóhoz képest a Pécsi megy is erősödött, meg a Budapest megy is erősödött, akik ugye az utolsó két helyen zártak. Éppen ezért szerintem azért ez egy kiélezettebb csata lesz, mint akkor volt. Meg hát ugye nincsenek krikek se, hogy az első 4-5 helyet ugye bezsebeljék maguknak automatikusan. Igen, abszolút. Úgyhogy szerintem abszolút ligában vannak ők így egymással. Igen, de ha már a kiélezett dolgokról beszéltél, akkor még a Vándor Sándor utca termékéről ne feledkezzünk meg, ő a Soproni Megy él. És ha jól emlékszem, akkor ilyen 2019 végén vagy 2020 elején lehetett vele találkozni először a boltok polcain, és emlékszem arra, hogy a nagy Covid lezárások kellős közepette, mi még azt vettük üveges formában, 149 forint per üveg plusz üvegbetét. Hol vannak már azok az idők? Nem azt mondom, hogy visszasírom azt a korszakot, mert nem, de volt ilyen is. Na, előzetes várakozások, Matvej, mit mondasz? Szerinted mi lesz elől, mi lesz hátul? A tavaly őszi videónk alapján én most azért nagyobb esélyt adnék arra, hogy a Budapest megy itt szépen fog teljesíteni. És a Soproni, mint egy ilyen a magyar nagyüzemi meccsörgyártásnak az álló csillagának mondható terméke, amit nem szeretnék ilyen nagyon szuperlatívusnak mondani, mert talán nem apostrofálom a győzelmét egyébként feltétlenül, de hogy egyébként minden boltban ott van, szoktam látni embereknél,
úgyhogy igazából valószínűleg pörög a piacon. Ebből inkább ne induljunk ki, mert én kőbányait is szoktam látni embereknél, aztán láthatjuk, hogy mindig hogy leszerepel. Nem csak embereknél, maradjunk annyiban. És igazából a Dreher megy, amit inkább kifelé lógónak gondolnék ebből a sorból, és a Borsodi megy pedig valahol majd megtalálja a helyét, de hogy a Dreher megyben nem érzek akkora potenciált, hogy az itt bármilyen előkelő helyezésre viheti ebben a mezőnyben, pedig csak öten vannak. Én most megelőlegeznék így előzetesen egy első helyet részemről a Budapest megynek, mert az nekem a legutóbb az nagyon íz lett. Uh-huh. Második helyre gondolnám a Soproni megyet, szintén csak ilyen előzetes percepciók alapján. És a harmadik helytől lefele, a harmadik, negyedik, ötödik helynél, ott én már nagyon nem vagyok biztos, hogy melyik lesz a harmadik, melyik lesz az utolsó. Ők csak a második, meg a negyedik helyet fogják elhinni. Ha most nagyon mondanom kéne, akkor talán a Borsodi megyet gondolnám így lefele kilógónak, de ugyanakkor, hogyha a Pécsinél is megint előjön ez a karácsonyi ízes feeling, akkor megint csak ő fogja magát találni utolsó helyen. Ha a Dréhernél megint előjön ez a foszforos íz, akkor megint csak ő lesz az utolsó. Szóval tényleg nem tudom. Egyiket sem mondanám nagyon-nagyon minőséginek, de mindegyik rácáfolt már erre, hogy lehet az jó is, ha éppen úgy van. Hát ezt is csak a vakteszt tudja eldönteni, úgyhogy szerintem veselkedjünk is neki, és járjunk utána, hogy ezen a nyáron melyik meccsört fogyasztjuk ebből a felhozatalból a legszívesebben, és melyiket ajánljuk nektek. Rám ruházott hatalmamnál fogva a kezdés joga átmegy hozzád. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézzük is az aljelű poharat. Színe nagyon-nagyon durván sötét. Nagyon sötét árnyalat. Fú. Illatra erőteljes, de ilyen kellemetlen, ilyen szúrós illatot is érzek. Habja szinte semmi. Hentes közben buzgálkodik. Igen, ő is kóstolni akar. Hát igen, ez a fanyarabb kategória. De nekem ő nem jön be. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennél szerintem csak jobb sörök lesznek itt. Nem annyira vészes egyébként, lehet, hogy ezen még módosítani fogok. De egy első kóstolásra nekem olyan kicsit olyan szúrósabb fajta. Meglátjuk. De az viszont jó pont, hogy nem annyira édes. Na, akkor nézzük, hogy nálam mi van az aljelű pohárban. Szinte csordulti. Olyan... Meggyes szaloncukor illata van, jelentsen ez bármit is az íz szempontjából. Van meggyes szaloncukor. Ha van, akkor annak ilyen illata van. Az ízéhez pedig ez inkább az édesebb irány, de az az olcsó édes kategória, amit most így hirtelen érzek. Tehát a szörpös. Úgy szörpös, hogy több benne a szörp, mint a víz. Úgyhogy szerintem ez valamelyik, nem szeretnék pejoratív jelzővel élni, valamelyik egyszerűbb. Még nem mondok márkákat. Tehát, hogy valamelyik előzetesen kevesebbre tartott márka lesz valószínűleg. De hát nézzük tovább. Na, nézem a B-t. Ennek is szép színe van, sötét, piros, habja szinte semmi. Fú, ennek meg ilyen alkoholos, nem tudom, ilyen konyak meg illata van. Nem akarok tippeket mondani, de szerintem ez a jó öreg pécsi lesz. Nem szabad még. Nem, igen. Nem szabad még. Nem szabad még, de ezt megelőlegezem neki, ha csak nem valamelyik másikra jobban jellemezni fog, mert ennek nekem ilyen nagyon karácsonyi íze van egyébként. Így, hogy már húsvét is elmúlt. Jócskán. Ilyen forradbolos, alkoholos valami. Nem rossz amúgy. Ha ez tényleg a pécsi, akkor bőven javult ahhoz képest, amilyen volt. Ha meg nem a pécsi, akkor meg karácsonyi ízű, kicsit forradboros beütés. Akkor meg karácsonyra jó lesz, ja. De most nyárra keresünk meccsört, úgyhogy nézzük, mi van nálam a B-jelű pohárban. Sötét színe van, illatra semmilyennek mondanám, de az még nem jelent semmit. Nagyon hasonló az ahhoz. Nálánál könnyedebb, de határozottan ugyanaz az irány. Az az egyszerűbb, inkább szörpös. Ez olyan, mintha mondjuk 15 évvel ezelőtt valamelyik nagyüzemi sörfőzde megpróbálna meccsört előállítani, hogy na majd most megcsináljuk, és akkor hát nagyon félresiklik az eredmény, és akkor egy év után kivezetik a piacról. Most azért nem történik ilyen, mert nagyobb keletje van a meccsöröknek, de szerintem ez se az a nyerő irány. Na, én meg közben érzem a cecilkét. Habja még ennek van még mindig a legtöbb, de ennek se sok. Illatra ő engem a régi plusz meggyes pezsgő tablettára emlékeztet, nagyon-nagyon. Annak tök ilyen íze volt, tökre ilyen íze volt, meg illata. Nézzük ízre. Eddig ez a legjobb. Kifejezetten ízlik.
kellemes, van benne egy kis fanyar meggyízés, de az édessége is abszolút megfelelő, tehát így nem akar a cukorra nagyon nyomni. Nekem ez eddig határozottan bejön. Igen, nagyüzemi keretek között azért hajlamosak elrontani a gyártókot, hogy inkább legyen édes. Nem, ez a fanyar irány, de kellemes édeské is van neki, tehát nem mondom azt, hogy nagyon durván a fanyar irányba megy el. Ez határozottan kellemes, és eddig messze ez a legjobb így a három közül, amit ittam. Tehát mondjuk nagyüzemi meccsörgyártásnál egy nagyon vékony határvonalat kell eltalálni, hogy annyira legyen fanyar, amennyire még fogyasztható, igen, de annyira igen. legyen édes, amennyire még fogyasztható. Tehát, hogy... Ja. Na mindegy is. Nem okoskodok tovább, C betűjelű pohár. Melyik volt a régi klasszikus csokik közül a meggyes, vagy a szambás? A szamba. A szamba. Igen. Na olyan illata van. Ezt mondja a brazil pornós is. Igen. A szamba. Igen, igen. Na, ő már fanyarabb. Ezáltal megvan a maga édeskéje, de ezzel a fanyarságával talán mintha jobban elárulta volna magát. Ez jobban ízlik, mint az A, vagy akár a B. Közelebb van ahhoz a fanyar per édes egyensúlyú ízhez, amit keresek egy meccsörben. Ez még akár egy jó helyezésre is viheti. Nekem ezt egyébként tetszett. Na lássuk az én Dezsőmet. Habja még nagyon minimálisan van neki. Illatra... Mihez is tudnám hasonlítani? Ez is inkább ez a konyakmeggyes beütés talán. Ízre egyébként kellemes édeskés. Ez inkább egy édesebb vonal. De az ahhoz B-hez képest ez is határozottan jó. Ez inkább majd a C-vel fog nálam így judózgatni. Nem, mert félreértés ne esik, kell az édes irány egy meccsörben, csak nem mindegy, na, mennyire. Pontosítok, a C az inkább ez a fanyarabb irány, ez a D az meg inkább az édeskésebb irány, de mind a kettő így az adott kategóriáján belül egész jó, tehát kellemes inni. Az A, a B az, hát az olyan, ott azért kicsit döcög a történet. D mint döcög, de lehet, hogy nem ebben a pohárban. Egészen sok habja maradt egészen idáig. Az illata nem árul el róla semmit. Nézzük ízre. Gondolkodásra késztet. Ez is hasonló iránynak tűnik nekem, mint a C. Tehát eddig így az AB és a CD van pariban, mint így ízirányok, vagy ízstílusok. Kevésbé érzem benne a fanyarságot. Inkább az édes felé hajlik, de nem olyan édes, mint az A és a B. De fogyaszthatatlannak nem mondanám. Egy ilyen erős középmezőnyös versenyzőről beszélünk. Nehéz lesz megtippelni, mint ahogy egyébként mindegyiket, úgyhogy itt is vakarjuk majd a fejünket szerintem. Azt tuti, meg itt is lesznek ma nagyon durva félre tippelések. Na de hát nekem van egy elemérem is, aminek... Na ez emlékeztet engem a szamba csokira egyébként. Ez melyik volt nálad? A C volt? Nálam a C. Aha. Volt a szambás jelenti. Tényleg ilyen csokis, meggyes csokis beütése van. De hogy nem a konyak meggyes irány, hanem a meggyes csoki. Fú! Tehát, hogy a meggy aroma. Hát az ízre! Nagyon. Ez nem szamba csokis íz. Kapásból csoki nincs bennük, az spoiler alert, ahogy a művelt csehszlovák mondja. Ez nekem inkább meccörpös íz. Azt kell, hogy mondjam. És édes ez is, rettentően édes. Most nekem ez egy kicsit olyan minőségtelennek tűnik. Igen, nálam is volt szörpös irány, és az nem jó. Az nem fog elővégezni. De némi kis karácsonyi sztebbe is érzek, hozzáteszem. Ahogyan a Gábornál padlás ízek vannak nálam, a meccsőnél mindig a karácsonyi íz az, ami így kiveri a biztosítékot. Valamit mindig ünnepelni kell. Igen, ez a karácsonyi íz óméter, tudod. Igen, ez is az ilyen szegfűszeges vonal. Ja. Úgyhogy már nem vagyok biztos benne, hogy melyik lesz a pécsi, de is az édes, szörpis beütés, ja, olyasmi. No, megnézem én akkor az utolsó versenyzőt, mint eljelű pohár. Említettem a konyakmeggyet, hát talán azt idézi ez az illat. Karakteresebb, mint az előző. Na, és igen, megérkeztünk. Nem tudom, hogy hová, de megérkeztünk. Ez olyan, mint amikor tök sötét kijelzővel megérkezik a busz a végállomásra, és te úgy is tudod, hogy a szóval fog téged vinni. És ez hova visz téged? A Zébe diabetológushoz, hogy cukormérgezést kaptál, vagy mi? Igen. Szóval most felvázoltam azt a helyzetet, hogyha lesz egy csontom. De ja, viszonylag egyértelmű a tipp.
Ha az az, amire gondolok, akkor ez még mindig egy jó sör, kétharmad, egyharmad arányban a tesztjeink alapján. És remélem, hogy az, mert ez különben tetszik. Elég vegyes a mezőny. Vegyes felvágott, igen. De azért még kell egy kicsit itt vakarni a fejünket. Nálam kettő valami egész jó tetszik, meg minden, tehát nagyon király. Aha, és van három, amelyik hát kevésbé. Nálam is. Ja. Nálam is. De hogy milyen sorrendben, azt most gyorsan kitaláljuk, aztán mondjuk is. Igen, amíg még tudunk beszélni. Kicsit gondolkodtunk, és most szó szerint kicsit gondolkoztunk, mert most az annyira szerintem nem volt fejtörös. Nem. Nagyon könnyen megvolt a sorrend is. A tippek meg olyan, hogy hát azokat is könnyedén beírtuk, de hogy azok nem biztos, hogy jók lesznek. Jó. Majd meglátjuk. Lássuk meg. Na, most Mátékám kezdte. Most elkezdem én. Kellett egy utolsó helyzetet választani, és nekem az A betűjére esett végül ez a... Hát nem annyira nemes szerep. Volt itt az utolsó előtti helyen egyébként egy semmilyen neki ítélt sör, és én az annál inkább rosszabbat raktam az utolsó helyre, mert ez annyira édes volt, hogy nekem ezt testesítette meg azt az ideális cukormérgezés kategóriát, hogyha én ebben szeretnék megveszni, akkor ezt a sört vásárolom meg, és megiszok belőle egy kartonnyival, mert ez annyira szörpös volt, hogy ezt nem igazán tudtam hová tenni, itt nagyon elcsúszott az édes irányba a főzet, és nekem egy nyári napon, amikor meccsört szeretnék inni, de még egy télin is. Nem erre van szükségem. Úgy szóval fél. Akkor ő ad neked egy útlevelet a dietetikushoz. Ja. Mondhatjuk. Egy beutalót, bocsánat. Mondhatjuk így, vagy akár csak fölrak engem a Pécsre tartó vonatra. Mert hogy Pécsre tippeltél? Mert hogy Pécsre tippeltem. Na, van egy csontod, mert ez a pécsi volt. Na, igen. Kerestem a karácsonyi ízt, mert nagyon nem találtam, hogy melyikben lehet. Na, melyikben van a karácsonyi íz? Hát van egy ötös halmazunk, annyira nem nehéz, úgyhogy ez akkor egy csont. Jó. Nézzük tovább. Utolsó előtti helyen, ahogy már itt előre bocsájtottam, van egy ilyen semmilyen viszonylag karaktertelen sörünk. Még könnyedebb, semmi extra, ugye ezt az A kóstolása után írtam fel. Tényleg semmi extra, ez nagyon-nagyon-nagyon egyszerű. És biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan sör, amit nem a gyümölcssel együtt erjesztenek, hanem valahogy hozzáfőzik a gyümölcslevet, és akkor hát nem a csokapik lesz belőle, hanem tippem szerint a Dreher megy. Na, jár a keksz, mert ez tényleg a Dreher megy. Na. Alakulsz. Mint a púpos gyerek a prés alatt. Igen. Harmadik helyezés, az a D betűjelű pohárnak járt ki ez alkalommal. Erős, közepes, inkább édesebb. Tartom magam a véleményemhez, itt gondolkoztam, hogy a következő versenyzővel hogyan és mint helyezzem el őket, de végül itt találta meg a helyét. A tippem egyébként, ha már a D betűt írtam fel, akkor az a soproni megy él. Itt sajnos rontottál, ő a borsodi. Pedig a sopronit gondoltam édesebbnek, és pont azért soroltam ide, mert a D édesebb volt, mint a második helyezett. C-jelű pohár. Valószínű, hogy összekevertem a kettőt. A D volt az, ami az édesebb irányba tolódott el, és a C-re írtam fel azt, hogy itt már egészen jó a fanyar per édes arány, úgyhogy ezt sokkal szívesebben fogyasztanám, mint a D-t. Továbbra is, függetlenül attól, hogy mi az, de a C-re én a borsodit tippeltem volna. Sajnos nem jó, de... De csak nem a Budapest. De ez a Budapest. Na, de legalább akkor nem raktam olyan nagyon-nagyon messzire. Nem. Tehát nálad is jó helyet érte, igen. És hát akkor ebből nem nehéz kitalálni, hogy az E versenyző van nálam az élen. Én itt kizárólag annyit írtam fel, hogy nagyon jók az arányok. És ezt a sört választanám az összes közül a legszívesebben, hogyha vakon kellene megkóstolnom, hogy tessék, itt van 5 sör, vakon választ ki, hogy melyikből innál meg fél litert. Most így a 35 fokban a Balaton partján. A tippem ugye Budapest megy lett volna, félresiklott, de nem baj egyébként, igen. Ez egy tök jó sör. És amúgy meg a Sopron. És amúgy meg a Sopron szóval. Na, és örülök egyébként, igen. Hogy szerintem ez egyébként édesebb volt, tehát hogy nem volt ennyire az én szám ízének való korábban ez a sör. Úgyhogy örülök a változásnak, és annak is, hogy egyébként a Budapest megy, az továbbra is egy nívós helynek mondható helyezést ért el nálam. De akkor most lássuk, hogy nálad mi a helyzet. Hát lássuk, hát nálam az utolsó két helyen a két karácsonyi ízű sör végzett, de hogy melyik lesz, abban már nem vagyok biztos. Nézzük, ötödik lett az eljelű pohár, ami, hogy is fogalmazzak, nagyon-nagyon karácsonyi íze van, és még emellett
borzasztóan édes is, úgyhogy lesz egy utom a dietetikushoz. Na de, hogy tippek terén, én mire tippeltem, nálam ő a borsodi lett volna, de kicsit el vagyok bizonytalanodva, ez ugyanannyira lehet a pécsi is, de végül azt a tippet adtam le, hogy ő a borsodi. Hát akkor megint kezdődnek a bajok, mert ez az országnak a másik szeglete. Ő a soproni Meggyél. Micsoda? Az E! Ne már! Igen. Igen. Itt akarod, hogy hát ez full édes, hát ez cukormérgezés. És karácsony íze van. Negyedik helyezett lett nálam a B-jelű pohár, aminek szintén karácsony íze volt. Az pont nálam is a negyedik lett, de ez még nem jelent semmit önmagában. Igen, és olyan édeskés, olyan nem jó, megyszörpös, törpi-szörpis beütés, de itt akkor talán még összejött a tippem, mert nekem ő volt a legpécsibb. És hát végül ez lett a végső tippem is. És azt helyesen tetted, mert yeah. Ez a pécsi. Na, ebben legalább volt egyetértés, meg csont is, meg minden. Harmadik helyezett az A-jelű pohár lett, ami nem igazán volt kiemelkedő, kicsit olyan szúrós, ilyen foszforos szulfátos beütése volt, amit én csak a Dreyerre tudtam társítani, amiatt, hogy ugye egy évvel ezelőtt is ez volt a rákfenéje, hogy nem lenne amúgy rossz a sör, tehát nem túl édes, nem túl fanyar, olyan abszolút ilyen a közép, közepet célozza meg, de ez a kicsit szúrós utóíz, ez még mindig megvan neki, de már nem annyira erősen. Úgyhogy ha ez valóban a Dreyer, akkor ez jobb lett, mint volt mondjuk tavaly, de hát mégiscsak középmezőny, úgyhogy ez rá a tippem, gondolom jó lesz. Középmezőnynek középmezőny. De nem a Dreyer? De. Na azért. Jó, mert semmi már nem lehet ilyen foszforos, mint ő. Nya. És akkor eljutottunk az első két helyezethez, ahol nagyon nagy volt így a tülekedés, hogy melyiket rakjam első helyre, vagy második helyre. Végül második helyen végzett nálam a D-jelű pohár, ahová azt írtam, hogy ez az édeskés vonal, de kellemes, ez az édes sörök közül még a kellemes irány. Ő nagyon ízlett nekem, de nem tudta megszorongatni az első helyen lévő sört. Viszont őrá, a D-nél a tippem az volt, hogy ő lesz akkor a soproni megy, de akkor valószínűleg itt tévedtem, és valószínűleg akkor a borsodi lesz. Hát az ország másik igen. Szeglete, igen. Igen. Mert hogy az első helyezettet, azt arra már gyakorlatilag első körbe felírtam, hogy ez bizony nem más, mint a Budapest megy, mert hogy ennek volt talán a legminőségibb íze, a legfanyarabb ízt ebből a sörből tudtam kicsikarni, és nála éreztem azt, hogy nincs anyonyoma semmiféle cukorral, meg elpalástolva a különböző hibák, hanem hogy ez tényleg olyasmi, vagy arra hajazó, mint már-már egy krík sör, hogy érzi az ember azért, hogy ebben van anyag, van benne cucc, nem is annyira fanyar, hogy kellemetlen legyen, de nem is annyira édes, hogy kellemetlen legyen, hanem talán ebben éreztem én a legtökéletesebbnek az arányokat. És ebből tudnék mondjuk többet is meginni, mint egy. A többinél valószínűleg ott előbb-utóbb már a cukormérgezés tüneteivel a dietetikusnál kötnék ki. Igen, hát azért a meccsör az nem igazán az a műfaj, amivel mondjuk végig tudsz inni egy estét, vagy mondjuk egy strandolást. És én is az első két helyezetnél voltam úgy, hogy azt kerestem, hogy melyiknél a jobbak az arányok. Nem is tudnék olyan élethelyzetet mondani, ahol kifejezetten jól esik a meccsör egyébként. Hát a strandolást én tudnám egyébként mondani, de ott meg elé megyedsz tőle, meg ott igazából inkább a frissítős sörökre vágynál, vagy legalábbis én arra, azért hogy, jó a fanyar irány. Hogy olcsa a szomjad, de hát ezek olyan édesek, hogy itt konkrétan kiveded a Balatont. Tanulságként minden esetre annyit tudunk hozzáfűzni, hogy alakul egyébként ez a nagyüzemi meccsörfőzés dolog, de ha lehet egy személyes tanácsunk, akkor nem muszáj erőltetni ezt az édes vonalat pusztán azért, mert egyébként van egy ilyen tévhit, hogy a magyar szájnak mindenképpen az édes kell. Szerintem azért vannak most már ennél kifinomultabb fogyasztók és kifinomultabb fogyasztói csoportok is, akik szerintem kifejezetten elvárják, hogy ettől a sztereotípiától minél inkább vonatkoztassunk el, és a minőségi meccsörök irányába menjünk el. A törekvések látszanak, azt nagyra értékeljük, de szerintem el fog férni még egy kicsi, úgyhogy szerintem kizárólag csak drukkolni tudunk, hogy ez minél jobban sikerüljön. És szerintem igen. Ebben például a Budapest megy, ez egy nagyon jó példás statuál. Hát ő ezt a mai fordulót konkrétan megnyerte, és akkor ugye itt tényleg beigazolódik az, hogy 2022-es fordulóban, amikor ugye 10 voltak egy csoportban, ott valami nagyon félrement abban a főzetben. A mai napig nem tudjuk, mert hogy történt. Mert hogy odaveri ezt a mezőnyt, tehát a nagyüzemi mezőnyt, azt nálam Kenterbe verte, nálad is második lett, tehát hogy
És aki nálad megelőzte, az nálam meg csontutolsó lett. Remélhetőleg tudtunk nektek segíteni abban, hogy a strandoláshoz, vagy igazából bármilyen olyan élethelyzethez, amiben éppen egy meccsőre kívántok rá, akkor melyiket emeljétek le a polcról, mert azért ezek tényleg úgy viszonylag gyakran előfordulnak a polcokon. A Budapest nem feltétlenül csak Budapesten, sőt volt, hogy Budapesten indítottuk érte a legnagyobb hajtóvadászatot, de most már azért megvannak a bejáratott lelőhelyek. És ne felejtjétek, egy sör, megy sör. Ennek szellemében most gyorsan el is búcsúzunk, köszönjük, hogy ez alkalommal is velünk tartottatok, és remélhetőleg, hogy pusztító szóvicceink ellenére is megtartjátok ezt a jó szokásatokat. Ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, és akkor semmilyen ilyen sörös tartalomról nem maradtok le, és a szóvicceinket is mindenképpen el fogjátok csípni. Mind az összeset, ha pedig tetszett ez a videó, akkor ezt a hüvelykujjat, amelyik most már teljesen mindegy, hogy így áll, vagy így áll, csak felfelé mutasson, és a lényeg, hogy így áll. Ámen. Ez neked is szól, de nekünk ezt még meg kell termelnünk, hogyha végképp elbúcsúzunk. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és váljék egészségetekre. Sziasztok!